Mert többen kérdeztétek tőlem, hogy hogyan lehet sminkelni lógós, megereszkedett szemhéjat, hogyan lehet eltüntetni ezt a kis problémás területet. Na, ebben a videóban erről fogok beszélni, úgyhogy ha neked is ilyen szemed van, akkor mindenképp tarts velem ebben a videóban. Szia, üdv újra a csatornán! Nagyon-nagyon köszönöm, hogy újra itt vagy velem. Hogyha még először jársz itt, akkor gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország egyik legnagyobb sminkiskolájában vagyok sminktanár, amit imádok csinálni, és ezen a csatornán főként divattal, stílussal, sminkkel kapcsolatos videókat találhatsz meg, amik főként 40 fölötti hölgyeknek szólnak, mint amilyen én magam is vagyok, de ha fiatalabb vagy, akkor is nyugodtan maradj itt, hiszen biztos vagyok benne, hogy találsz olyan témát, ami neked is érdekes lehet. Sőt, hogyha érdekelnek ezek a témák, akkor most megkérlek, hogy gyorsan iratkozzál föl, nyomjál kis csengőcskét is, mert lehet, hogy később elfelejted, és lemaradsz szuper jó videóimról, nagyon jókkal készülök most tényleg, úgyhogy érdemes feliratkozni. Gyorsan megemlítem, hogy van egy Facebook csoportunk is, ahol mindenféle szépségtippekről beszélgettünk, mindenféle divattal kapcsolatos dolgokról, de nem mellesleg, most egy nagy diéta folyik, úgyhogy ha érdekelnek ezek a témák, vagy éppen fogyózni szeretnél, akkor mindenképpen csatlakozz hozzánk, beteszem a linket a leírásba. Azt hiszem, hogy ez a megereszkedett szemhéj smink volt a legjobban kért, fú, de szép magyarsággal mondtam, a legjobban kért, hogy szokták mondani ezt? Szóval ezt kértétek a legtöbben, hogy csináljak erről videót. Hát tudom, hogy ez majdnem minden 40 év fölötti hölgynek ez problémát okoz, hiszen a gravitáció az azért dolgozik mindenkinek az arcán, úgyhogy erről készítettem egy nagyon kis rövid videót, könnyű elkészíteni, tényleg itt most csak a szemre fókuszálunk, úgyhogy csak egy szemsminket láthatsz, és ezt fogom nektek most megmutatni. Szerintem nagyon egyszerű követni, nem sok termékre van szükség, úgyhogy vágjunk is bele, remélem, hogy tetszeni fog. Ez nagyon fontos, hogy először mindenképpen egy szemhéj alappal kezd, vagy tegyél egy kis alapozót a szemhéjadra, az is teljesen megfelelő, és az legyen jól eldolgozva, mert enélkül nem lesz tartós a szemsminked, illetve nem lesz elég pigmentált. Minden jó szemhéj festéshez, vagy szemfestéshez szükséged van legalább két színre, egy világosra és egy sötétre, de jó esetben háromra, egy világos, egy középszín és egy sötétebb. Én most a világosabbal fogok kezdeni, és ez egy ilyen kicsit fényes aranyszín lesz. Hogyha nagyon-nagyon ráncos a szemhéjad, akkor ez csak legyen egy sima világos szín, ne legyen benne semmilyen fényes pigment, mert ez nagyon kihangsúlyozza a ráncokat, a kis hibákat, úgyhogy jobb elkerülni, ebbe az esetben csak matt színt használj. Na, fogom ezt a színt és egy lapos ecsetet. És ide a belső szemzugba elkezdem szépen felrakni. Ez fontos, hogy ez az alapozó vagy szemhéj alap mindig legyen szépen eldolgozva. És ezt szépen ide elkezdem betapogatni. Hogyha lóg a szemhéjad, nagyon fontos, hogy ez a fényes szín, vagy a világos szín csak a szemhéjadon maradjon. Ne menjél túl magasra, mert hogyha végig lóg, akkor ez nagyon ki fogja hangsúlyozni. Tehát ez a szín csak a szemhéjon legyen. Nagyon jó, hogyha van kéznél egy ilyen kis fülpuci, mert ez nagyon jó, hogy a végeket jól el tud vele dolgozni. Nem akarunk soha éles széleket. Így. És most jön egy középszín. Én most egy narancsos színt fogok használni, méghozzá ezt a narancsosat. Ez lehet egy kicsit finomabb szín, nem muszáj narancsnak lennie, de legyen egy, hogy mondjam, egy középszín, nem túlságosan erős. És ezt egy duci ecsettel fogom használni. Mindig így fölveszem a színt, és leteszem a kezemre, mert nem akarok túl sok színt föltenni, minél többet teszel föl, annál nehezebb eldolgozni. És szépen ide a mélyítő vonalba beteszed. Ne menjél föl túlságosan magasra, ez a szín maximum fél centiméterrel a
mélyítő vonalat fölött legyen, ennél tovább, tehát ne érjük el a szemöldököt, az nagyon viccesen néz ki az én véleményem szerint. Így látjátok, ez egy nagyon kis finom szín. Még egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a végét, ezt egy picit fölfelé irányba satírozd el, hogy ezáltal is megemeljük a szemünket. Na, hogyha ezzel így megvagy, akkor most jön a lényeg, a legfontosabb dolog, és ez egy ilyen kicsit kisebb ecsetet fogok használni, és egy sötét barnát. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy ez matt szín legyen. Én most ezt fogom használni, ezt a kicsit ilyen kakaós, kávés színt. Felveszem az ecsetre, picit lelapogatom, nem kell túl sok. Na, most belenézel a tükörbe, ez nagyon fontos rész, és megnézed, hogy hol van ez a ló. Én is most nem húzom fel a szemöldököm, mert ugye mindig így szoktam, így nem lóg annyira. És megnézed, hogy hol van ez a lógó rész. És ezt a sötét színt pontosan erre a lógós részre fogod tenni. Először lehet, hogy csak megjelölöd, én is ezt fogom csinálni, próbálom így nézni, hogy mi történik. Csak így ide bejelölöm. Így. Látod, ez az a rész, ahol vissza kell nyomni gyakorlatilag. Tudjátok, hogy a sötét szín az egy olyan illúziót hoz létre, hogy valami mélyebb. A világos szín mindig előre hoz, a sötét szín visszanyom. Most itt azt az illúziót akarjuk elérni, hogy itt nem lóg, hanem itt egy mélyítő vonal van, vagy crease-line nevezzük bárhogyan is. Ez az, amit el akarunk érni, már most lehet látni, hogy ez visszanyomódik. Remélem értitek, hogy mit akarok mondani. Szóval ide kell tenni a sötét színt, először én így mindig bejelölöm, nem kell még elsatírozni semmi, csak fölrakom, hogy pontosan hova kell tennem erre a lógó részre. Utána szépen elkezdheted elsatírozni, bejövünk ide a V vonalba, vagyis egy kicsit a szempillantőhöz, és szépen elsatírozgatjuk. Nagyon fontos, hogy ne menjünk túlságosan föl, nem érjük el a szemöldököt, jó? Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog. Igénybe veheted a másik duci ecsetedet is, hogy szépen el legyen dolgozva a szélle. Ups! Kicsit eldobtam az ecsetemet. Hát ezért lehet látni, hogy mekkora óriási különbség van a két szem között. Itt ugye látszik a lógó rész, itt meg egész jól el tudtuk kendőzni. Hogyha nehézséget okoz el dolgozni a széleket, akkor több módszert is használhatsz, először is a fülpuci módszert, vagy egy tiszta ecsetet, de hát tiszta ecset az a legkevesebb, ugye? És akkor ezzel szépen így el tudod dolgozgatni a végeket. De van még egy nagyon jó másik megoldás is. Tehát fogsz egy ilyen másik kis duci ecsetet, és bármilyen fehér, vagy krémszínű, vagy vajszínű matt szemhéjfestéket, és ezzel szépen besatírozol ide a szemöldököd alá, és ez segíteni fog, hogy szépen el tud kenni, vagy satírozni a széleket. És ez még ráadásul meg is emeli egy kicsit a szemöldököt, úgyhogy dupla nyereség. Na és akkor ezt most csináljuk meg a másik oldalon is. Ez a szemhéj, amely kicsit jobban lóg, senkinek se egyforma, úgyhogy megint csak így bejelölöm, lesatírozom,
a szempillatőhöz. És a másik ecsettel elsatírozzuk a végeket. Na, gyakorlatilag ennyi a macerás része az egésznek, ez a nagy titok. Szóval annyira nem bonyolult igazából. Ez a, ahogy megjelölöd, hogy hova kell tenni a sötét színt, ez a legfontosabb része az egésznek, tehát hogy megfelelő helyre tedd ezt a sötét színt, ezáltal nagyobbnak is néz ki a szemed, és nagyon jól vissza tudod nyomni ezt a logó részt, de ne felejtsd el, hogy csak matt színt használj. Ez nagyon-nagyon fontos, mert a fényes ugye az sokkal inkább kihozza a dolgokat, sokkal inkább megmutat minden apró tökéletlenséget, úgyhogy ide mindenképpen matt színt használj. Ez a lógós szemhéj nagyon sokszor együtt jár egy ilyen szomorú, lefelé álló szemmel, úgyhogy mindenképpen ide fogunk tenni egy nagyon pici, sötétebb színt a szemünk alá, csak hogy így megemeljük, és ezt a kicsit cica vagy mandula szemet tudjuk létrehozni, vagy legalábbis annak az illúzióját. Pici kis ecsetkét fogok használni, a sötét színt, amit használtunk ezen a lógós részen, és csak ide egy nagyon-nagyon minimális színt fogok betenni, és a másik oldalra is. Na, most kell egy fülpuci, például még itt a szélén, ott béna. Szóval ez nagyon klasszul keretezi a szemünket, sokkal nagyobbnak tűnik, és jobban néz ki. Az én javaslatom az, hogy lógós szemhéjhoz soha, de soha ne használj folyékony tust. Egyrészt nem néz ki jól, minden kis egyenletlenséget kihoz, a kis cica szemet meg aztán végképp felejtsük el, szerintem tudod ezt a kis winget, vagy nem tudom, hogy hívják. Úgyhogy a legjobb, hogyha csak egy sima fekete szemceruzát használsz, lógós szemhéjhoz az a legjobb, ezt én állítom, persze lehet velem vitatkozni. Ezt betesszük nagyon-nagyon közel a szempillatőhöz, és itt a végén egy picit megvastagítjuk. Ezt már többször elmondtam ezt a kis trükköt, de ez abszolút működik, mert ez megint csak megemeli a szemet. Így, és tudom, hogy nagyon sokszor, amikor lógós szeméről beszélünk, akkor már itt is van egy kis ránc a szemnél, és amikor megcsinálod ezt a szemceruzás kis vonalat, akkor ilyen kis recerucás, ami nem néz ki jól, úgyhogy ezt szépen elegyengetjük egy ilyen kicsi, vékony ecsetkével. Ő lenne a kicsi, vékony ecsetke, ugyanaz, amit alul használtam, és csak nagyon egyszerűen így végigmész a felszínén, egy ilyen vékonyabb ecsettel, legrosszabb esetben fülpucit is használhatsz, de az nem a legideálisabb ehhez, és szépen elegyengeted ezt a kis vonalat. Ennyi, és már is rögtön szép. Másik oldal. Mindig, amikor itt sminkelek kamera előtt, annyira kell fókuszálnom, hogy ne vágjak béna arcokat, mert komolyan mondom, hogy ez nem kamerára való, ahogy én sminkelem magam ezekkel a vicces fejekkel. Na, tehát gyakorlatilag a szem az kész is van, szóval nem egy bonyolult dolog elkészíteni. Most jöhet egy kis szempilla spirálja, mutatom, hogy mit használok. Ezt a Maybelline Falsies Lash Lift, amit egyelőre nagyon szeretek. De hát új seprő, jól söpör, tudjátok, ezt szokták mondani.
Izzadok is, és könnyezik is a szemem, tehát lehető legjobb kombó. Hát ez a végeredmény, én szerintem egyébként elég látványos, úgyhogy remélem, hogy ki fogjátok próbálni, mert szerintem egyáltalán nem bonyolult, viszont ahogy mondtam, nagyon látványos, tényleg nagyon jól megnyitja a szemet, és nagyon jól el tudja kendőzni ezt a kis lógó szemhéj részt, úgyhogy remélem, hogy ki fogjátok próbálni. Hogyha eljutottatok eddig a részig ebben a videóban, először is nagyon köszönöm, hogy majdnem végig megnéztétek, és szeretnélek megkérni, hogy kommenteljétek be a komment szekcióba azt, hogy baba szemek, oké? És akkor fogom látni azt, hogy hányan nézték meg idáig ezt a videót, illetve kik nézték meg. Én nekem ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, ezt már mondtam nektek többször is, hogy tényleg ki az, aki érdemesnek tartja, hogy ilyen sokáig végig nézze, illetve hányan nézik végig. Úgyhogy baba szemek, kérlek szépen, hogy ezt kommenteljétek be. Amúgy meg ennyi lett volna ez a kis rövidke videócska, de szerintem ez egy hasznos videó volt, már többen kérdeztétek tőlem, hogy hogy kell ilyen lógó szemhéjat sminkelni, hát tessék, most itt van, így kell. Hogyha tetszett, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, kérlek szépen, és hogyha ezt érdekesnek vagy hasznosnak találod, akkor mindenképpen oszd meg a barátnőiddel, ismerőseiddel is, lehet, hogy nekik is hasznos lehet. Amúgy meg nagyon köszönöm, hogy ismét velem tartottál, és találkozunk egy legközelebbi videóban. Sziasztok!